kis vonaton Garadnára. A Salkaházi járat ma is megutaztatta a szépkorúakat. Figyelmetlen autósok, milliós károk a villamosokban. Figyelemfelhívó kampányt indított az MBK. Egyetemi élmény általános iskolásoknak, tábor, ami felkelti a természettudományok iránt érdeklődést. 2018. július 5-e csütörtök van, 18 órakor ez a Miskolc ma. Jó estét kívánok, jönnek a részletek. Anyagilag támogatni a szépkorúakat és közösséget építeni. Többek között ez a célja a 2014-ben Miskolcon indított Salkaházi Sára programnak. Az elmúlt 4 évben számos program kínált kikapcsolódást több ezer miskolci nyugdíjasnak. Részt vettek színházlátogatáson, szüreti mulatságon, főzőversenyen, most pedig kis vonattal kirándulhatnak. A sikertörténet töretlen népszerűségnek örvend az idősek körében. Ma reggel immár negyedszer, mintegy 200 szépkor utazott Garadnára. A kisvonat reggel 8 órakor indult a Dorottya utcai végállomásról, de már fél órával az indulás előtt sokan gyülekeztek a megállóban. A szépkorú a kedvencévé vált a program, ami, mint mondták, jó alkalom a találkozásra, beszélgetésre. A Salkaházi az nagyon jó program, összevonja az embereket, főleg a nyugdíjasok, akiknek azért nem olyan nagy a lehetőségük arra, hogy társaságba menjenek, itt összetalálkoznak, egy nagyon jó beszélgetés, többen, szinte majdnem mindenen részt veszünk. A vonaton Hubay György programigazgató üdvözölte az időseket. Ki is fogok menni önökhöz, mert azért úgy hallom, hogy szép programok, meg kellemes programok lesznek, és remélem, hogy jól fogják magukat ott érezni, és akkor lesz időnk arra, hogy kicsit beszélgessünk. A Salkaházi Sára program sikere megkérdőjelezhetetlen, mondta a programigazgató. Legyen az bármelyik évszakban, minden egyes rendezvény iránt óriási az érdeklődés, emelte ki Hubay György. Mindegyik kocsi tele van, tehát mondhatom nyugodtan, hogy a Salkaházi Sára programok keretében ez talán a legnépszerűbb, úgyhogy mi szervezők igyekeztünk az igényeknek megfelelően intézkedni, mert hisz tavaly évben 4 ilyen kirándulás indult, most egyel megtoldottuk, tehát még holnap is lesz egy. A vonat füty már az indulást jelzi, ami egyébként holnap is jelez majd. Pénteken is utazhatnak a szépkorúak a kisvonattal, amely holnap, idén utoljára, immár 5. alkalommal indul útjára Garadnára, a Dorottya utcai végállomásról. Engedd el, nézz a tükörben. Legtöbbször ennyi is elég lenne az autók által okozott villamos balesetek elkerülésére. A 40 tonnás járművel szemben nem éri meg felvenni a harcot. Az egyes vonalán a járműveknek ráadásul mindenhol elsőbségük van. Eddig számtalan villamosban okoztak kárt a figyelmetlen autósok. Az MVK ezért figyelemfelhívó kampányt indít. Amikor megtörtént ez az oldalirányú erőhatás, a jármű be is szorult egy kicsit a villamos alá. Egy pillanat alatt emelte meg a 25 km/h sebességgel haladó villamos elejét a személyautó. Az utóbbi évek legnagyobb villamos tért balesete történt 2016. decemberében. A térfigyelő kamera felvételén jól látszik a Diósgyőr felől érkező villamos, a balról jövő autó viszont olyan gyorsan halad, hogy csak egy fénycsík látszik belőle. Néhány másodperc múlva oldalról belevágódik a villamosba, ami azonnal kisiklik és a kirakatba rohan. De tavaly decemberben az adventi villamos is kárát látta az autósok figyelmetlenségének. Az MVK ma lépett. A foszforeszkáló táblákkal arra hívják fel az autósok figyelmét, hogy a villamos pályán mindig fokozott óvatossággal hajtsanak át. További terveink között szerepel az, hogy a gömbsüvegeket megfestjük fényvisszaverő festékkel, illetve még fényvisszaverő fülek kihelyezését is tervezzük, melyekkel reméljük azt, hogy elérjük a célunkat. Az autósokat arra is figyelmeztetik, hogy az egyes vonalán a villamosnak mindig elsőbsége van. Több eset is bizonyította, hogy ezzel nem minden sofőr van tisztában. De nagyon fontos, hogy bele kell nézni a visszapillantó tükörbe, és nagyon fontos az, hogy beszéljünk ezekről, mert valóban ugye az utóbbi időben, hogy egyre több a gépjármű Miskolcon is, ezek a balesetek is szaporodnak, amelyeket a járművek okoznak, azzal, hogy ugye a villamos elé kanyarodnak. A figyelemfelhívó akció részeként foszforeszkáló táblákat az Andrássy és Testvériség úti kereszteződésen kívül az Aba utcához és a Katalin közbe is kihelyeznek. Remélve, hogy
hogy ezzel csökken majd a személyautók által okozott villamos balesetek száma. Érdemes péntekig tankolni. Megint emeli a MOL a benzin és a gázolaj árát. Most 3-3 forinttal. A benzin literenkénti átlagára 402 forintra, a gázolajé pedig 410 forintra nő. Az üzemanyagok ára legutóbb szerdán emelkedett, akkor a benziné 7 forinttal, a gázolaj pedig 5 forinttal drágult. Felejthetetlen egyetemi élmény általános iskolásoknak. Ezt ígéri a nyári tábor. A Műszaki Anyagtudományi Kar első alkalommal szervezett egy hetes tábort, csodálatos anyagtudomány néven, azért, hogy már a középiskola előtt felkeltse az érdeklődést a természettudományokra. Határozott mozdulattal. Minden folyamatosabb. Saját maguknak készíthettek játékot a gyerekek a Műszaki Anyagtudományi Kar nyári táborában. Mindenki a lovas katonát választotta. Ólommentes anyagból készült, ezt önthettük ki különböző figurákba, és megvártuk, ameddig kihűl. Az úgynevezett ólommentes forrasz anyagot az egyetemen kísérletezték ki. Ezt 380 fokra kell melegíteni, mielőtt a formákba öntenék. Az ón-ólom forrasz anyagot sikerült így felváltani. Ón ezüst rész összetételű ötvözettel, ugye, hogy ezt a mérgező ólmat ne használjuk az élet lehető legtöbb területén. Az egyhetes tábor második napján a fémtani intézetet fedezhették fel a diákok. Elégettem a papírt, az 1000 forintost, és fölvettem utána a hamunak a röntgen spektrumát, és abból is meg lehet állapítani, hogy milyen fém van benne. Az elektron mikroszkóp laboratóriumban a gyerekek kinagyítva nézhették meg különböző anyagoknak a szerkezetét és összetételét. Ezzel a tekerővel tudsz forogni bent a kamrában. De nem csak a monitorokat nézhették, hozzá is nyúlhattak a géphez. Nehéz, mert bont bekállítja a kontrasztot, hogy mennyire akarsz ránagyítani, milyen legyen a fény erőssége, és úgy kell beállítani, hogy pont jó legyen. Ez a 100 millió forintos berendezés azért nyújtott hatalmas élményt a gyerekeknek, mert máshol ilyennel nem nagyon találkozhatnak. Gyakorlatilag bármi tönkre megy, akkor az hozzánk kerül, és így megmondjuk, hogy miért ment tönkre, illetve nyilván alapkutatásokban használjuk ezeket. Anyagok fejlesztésénél, szerkezetek fejlesztésénél, az élet minden területén, fémeknél, műanyagoknál, polimereknél, kerámiáknál, mindenhol használjuk ezt a berendezést. Az egyhetes nyári tábort első alkalommal szervezte meg az anyagtudományi kar az általános iskolásoknak. A 7-en 8-at végzett gyerekek már fizikát, kémiát tanultak, és éppen ezért ők már belekóstoltak abba, hogy milyen is a tudomány világa, és nagyon fogékonyak, és még őket lehet úgymond befolyásolni abba az irányba, hogy ezzel érdemes ezzel a területtel foglalkozni, van jövője. A táborban a héten 20 diák ismerkedhet meg a kar intézeteivel, oktatóival. A programot egy Európai Uniós pályázatból finanszírozták. Péntekenként a gasztronómiáé lesz a plac. A Miskolci Gasztrokluster újabb rendezvénnyel, sőt, rögtön egy rendezvénysorozattal szólítja meg a minőségi vendéglátás kedvelőit. A Művészetek Háza előtti térre péntek esténként a legjobb miskolci éttermek települnek ki. Frissen sült római pizza, incsiklandó húsételek, házias pite és mellé minőségi borok. Ilyen finomsággal debütált júniusban a Miskolci Gasztrokluster első saját rendezvényén. A Miskolci éttermek csoportosulása akkor megtöltötte a Népkertet és környékét, minden étel el is fogyott. A Gasztrokluster most újabb rendezvénnyel, sőt, rögtön egy rendezvénysorozattal tér vissza. Nagyon különleges anyagból van, ez egy kis jelentéktelen berendezések tűnik, ám egy kiváló húsételek készíthetők rajta. Konyhai faszenes grillezővel érkezik elsőként a Lila Füredi étterem. Sertésztéket készítenek zöldséges bulgurral. Klasztertagként a minőségi vendéglátás népszerűsítése számukra is elsődleges. Biztosan állíthatom, hogy van rá igény. Mert most ugye volt egy saját szervezésben lévő bulink a Népkertben, a piknik. Nagyon jól sikerült. Igazából minden várakozást felülmúlt. Előtte pedig már vettünk részt
nem saját rendezésű rendezvényeken, úgy, mint a borangolás, meg a Furmint február, tehát azok is nagyon jók voltak, de ez a saját szervezés, ez, én úgy gondolom, ez mindent vitt. A tér most még üres, pénteken viszont ízekkel és illatokkal telik meg, neve pedig gasztroplacra változik. Péntek esténként két-két étterem települ majd ki ide, hogy az igényes gasztronómia szerelmeseinek kedvezzen. Az volt az elképzelésünk, hogy szeretnénk a könnyed nyárestéket megtölteni a belvárosban egy picit élettel, és szinte adta magát a Művészetek Háza előtti tér, és kezdeményezésünkhöz csatlakozott a Miskolci Gasztro Cluster, és július 4-én fogunk szervezni zenés, gasztronómiai rendezvényeket, ahol finom borokat, finom ételeket kóstolhatnak a vendégek. Lesz élő zene, a gyerekprogramokról a Holdam Egyesület, a látványról pedig fényfestés gondol. Majd. A következő hetekben többek közt a végállomás, a Rozita, a Drót, a Világbéke és a Zic is ott lesz a gasztroplaccon. Felújításának 5. évfordulóját ünnepli a hétvégén a Selyemréti strandfürdő. Szombaton és vasárnap gyermekprogramok, fürdőélmények és esti koncertek teszik majd emlékezetessé a strand újjászületését. Az egykori villanytelepi fürdő 2013 óta korszerű, 21. századi élményelemekkel, színvonalas környezetben tudja fogadni a strandra látogatókat. A selyemréti strandfürdő már évtizedekkel ezelőtt is fogalom volt. A legtöbb miskolci itt tanult meg úszni, és az összes nyári élménye ide köti. Aki itt él, szinte kivétel nélkül valahogy kötődik a strandhoz, legalább egy-egy történettel. Gyerekkorom óta ide járok, tulajdonképp itt nőttem fel, mai napig is nagyon szívesen jövök ide, és az egészségem miatt. Mióta nyugdíjas vagyok, azóta nekem ez jelenti az egészséget. Mindennapos úszás, minden nap egy órát úszok, de azért társasági életünk is van, ma barátnők összejönnek, sütünk, főzünk, tumcsizunk, és elmegy a délelőtt szerencsésen. 2017-ben 220 ezer látogatónál is több kereste fel a selyemréti strandot. Ez azt is jelenti, hogy helyi látogatottságot tekintve az összes miskolci fürdő közül ez viszi a prímet. 5 évvel ezelőtt ugye a meglévő úszómedence mellé, itt a hátsó részen olyan családi medencék lettek kialakítva, amelyek gyakorlatilag mindenkinek a szórakozását kielégítik, és ezt érezhetjük is a vendégforgalomból, hiszen nagyon szívesen járnak ide a családok, kicsiknek itt a csúszda, van külön gyerekmedencénk, de van dögönymedencénk, ahol a meleg vizet szeretők élvezhetik úgymond az egész napos programot, de ugyanakkor az úszómedence és az úszás szerelmesei is továbbra is nagyon szívesen járnak erre a strandra. Ugrálóvár, aquafitness, kézműveskedés, masszázs és születésnapi tortavágás szombaton, vetélkedők, lézerharc és interaktív játékok vasárnap. Aki hétvégén a selyemréti strandfürdőt választja pihenése színhelyéül, annak nem csak a fürdőzés élménye, hanem a születésnapi programkavalkád is emlékezetessé teszi majd a kikapcsolódását. A hétvégén a Hungaroringen tartják a TCR Europe versenysorozat soron következő autóversenyét, amelyen Tasi Attila egy brit versenyzővel egy csapatban indul a futamon. A nagy megmérettetés előtt a fiatalok a tapolcai go-kart pályán is próbára tették ügyességüket. A go-kartban ülők ezt a hangot hallják a fejhallgatón keresztül, miközben a köröket rúják a pályán. Tasi Attila autóversenyző is készül már a hétvégi próbatételre a Hungaroringen. Ugye ez a TCR Europe, ez ugyanaz, mint a VTCR, igazából ugyanazok az autók a utolsó csavarig, csak ez nem egy világbajnokság vagy világkupa, hanem ez egy Európa bajnokság, aminek most a 4. fordulóját azt itthon rendezik meg, nagy örömre ugye, hisz kedvenc pályám egyértelműen, úgyhogy nagyon sokat szimulátoroztam, ide is lejárogattam picit gokádozni így élvezetből is, úgyhogy nagyon várom már hétvégét. Josh Fice, egy 27 éves brit fiatalember lesz Tasi Attila csapattársa, aki szintén készül már a hétvégi versenyre. Mint mondta, a műszaki stáb mellett versenypszichológust is igénybe vesz a verseny előtt. Ez az első versenyem Magyarországon, és izgatottan várom már a megmérettetést hétvégén a Hungaroringen. A gokártozást egy kitűnő verseny előtti kikapcsolódásnak tartom. Miskolcból ugyan nem sokat láthattam, de rövid itt tartózkodásom alatt is feltűnt, hogy mennyire közvetlenek, kedvesek az itteni emberek, mondta a brit versenyző. A fiatalok nem sokáig maradtak Miskolcon, a barátságos gokart párbaj után csütörtökön már a Hungaroringen készülnek a versenyre.
Kis vonaton Garadnára a Salkaházi járat ma is megutaztatta a szépkorúakat. Figyelmetlen autósok milliós károk a villamosokban, figyelemfelhívó kampányt indított az MVK. Egyetemi élmény általános iskolásoknak tábor, ami felkelti a természettudományok iránti érdeklődést. Ez volt a Miskolc ma. Friss információkkal pénteken este 6 órakor jelentkezünk legközelebb. Addig is keressék híreinket, nézzék újra riportjainkat online hírportálunkon, aminap.hu-n. Várjuk észrevételeiket is, írjanak nekünk az info@mikon.hu e-mail címre. Pénteken is 30 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, igaz, némi felhősödésre és futózáporokra lehet számítani. A részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Én híradót készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!